Ezeket az ételeket osztják ki a következő 10 napban a rászorulók között Nyíregyházán. A menü olyan fogásokat tartalmaz, amelyek a téli időszakban megfelelő tápanyagot biztosítanak, valamint kapcsolódnak az ünnepekhez, mint például a babgulyás, a töltött káposzta és a csirkepaprikás. Nyíregyháza két pontján 10 napon keresztül napi 1000 embernek adtak lehetőséget arra, hogy melegételt osszunk. Ez a otthonétterembe és a Bújtos utcán, a Bújtos utca 34 szám alatti központi étteremben kerül szétosztásra. Nagyon kulturáltan van megoldva évek óta, hiszen Bége úr ennek a célcsoportnak a elnök tulajdonosa azt kérte, hogy úgy szervezzük meg, hogy ne legyenek megalázó sorvállások. A főként nagy családosokat, fogyatékkal élőket és hajléktalanokat segítő szervezetek már előre megkapták azokat a jegyeket, amelyek tartalmazzák a pontos dátumot és helyszínt is, így senkinek nem kell majd sorba állnia az ételekért. A melegételek osztása kedden kezdődik, összesen 10 000 adagot biztosítanak a rászorulóknak. Jó jön az a karácsony környékén, valamennyit tudnak takarékoskodni a napi betevő falataikon, és úgy gondoljuk, hogy ennyi társadalmi felelősségvállalást mi tőlünk is, főleg itt a városban elvárható, szükséges, és hát azért csináljuk ezt minden évben. Az ételeket az örökösföldi otthon étteremben és a Bújtos utcai Bújtosi Bújdosó étteremben vehetik át a rászorulók.